Tudjuk, hogy egy ősi, ezer évre régebbi püspöki városban vagyunk, 1993 óta érseki városban, és egy nagy ellenséget talált itt a szocializmus, ezért nagy erőket vetett be az átformálásra. De ami az építészetben látható, az nyilván a társadalomban is látható volt, a helyi közösségek ellehetetlenítése, a társadalom szerkezet megváltozása, a beköltöztetések. Tehát itt a szocializmust egy igen intenzíven és sokrétűen megszenvedett városban kerül bemutatása az a kiállítás, amely mutatik a török példákat, mutat nekünk, mint egy 30 eset tanulmányként is fölfogható életleírással, tárgyi vonatkozásokkal. Tehát úgy gondolom, hogy ez a kiállítás egy olyan egyetemes emberi és egyetemes magyar gondolatiságot is fölölel, amelyet beszélőmegyében különösen okóhangzással, már a 16. században Eszterházy Miklós akkori nádor úgy fogalmazott meg, nem hazánk-e nekünk is ez, mint éles eleinknek? Az bizony, más nincs hívve, s tartozunk, mint Isten, mint világszerte, az természetnek törvénye szerint is, minden oltalomban neki.